És egyszer csak ültem a barátaimmal egy asztalnál, így beszélgettünk, és annyit vettem észre, hogy a telefonom meghalt. Mondom, ez mi? 600 millió értesítés. Egy nap alatt jött 40 ezer feliratkozó, 10 milliós megtekintés és 1 millió like azon a videón. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Influencer Podcast második évadában. Velem a műsorvezető társam Sátori Karolina. Sziasztok! No, hát eltelt a nyár, reméljük, hogy mindenki rettenetesen kipihente magát, de az új évadban lesznek változások az előzőhöz képest. Az nyilván látjátok, hogy most nem hárman vezetjük ezt a mai adást, azért van ez így, mert kettő vendégünk is lesz, és így is fogjuk megoldani a további adásokat, de milyen más változásokra lehet még számítani, Dina? Óriási változások lesznek, plusz 20%-kal lesz jobb, irtózatosan jó vendégeink lesznek. Alapvetően az lesz a legnagyobb változás, hogy mindig egy-egy témát fogunk körbejárni. Kevesebb lesz ugye a mély interjú, de ugyanúgy lesznek vendégek is majd. Tehát alapvetően kicsit szakmaibb lesz a műsor. Ó, szakmai. Szakmai. Ó, előkelő. Nagyon király. Jó, hát akkor vágjunk is bele. A mai témánk és a mai adásunknak a címe az nem más, mint hogy hogyan legyen sikeres a TikTokon, a TikTok algoritmus titkai, és ezt fogjuk körbejárni két meghívott vendéggel. De mielőtt még belenéznénk a mai adásnak a tematikájába, nézzük meg egy rövid videós összefoglalót a platformról, amit Székely Gigi, a Star Network TikTok szakértője készítette számunkra. A TikTok a leggyorsabban fejlődő social media applikáció, az elindulást követő 3 évben annyi aktív felhasználóra tett szert, mint a Facebook 8 év alatt. Mára már annyi aktív felhasználója van, mint az Instagramnak, és ezt kevesebb, mint fele annyi idő alatt ért el, ez is bizonyítja a platform dinamikus fejlődését. Magyarországon 2,5 millió aktív felhasználó görgeti a TikTokot, az átlagos nézési idő pedig egyre csak növekszik. Míg fél évvel ezelőtt 50-52 percig nézték a felhasználók átlagosan naponta a rövid videókat, már ez magasabb, már több mint 70 perc. Az életkor eloszlásának ábráján megfigyelhető, hogy ugyan még mindig a fiatalabb korosztály van jelen a legmarkánsabban, de az átlag életkor is egyre magasabb. De minek is köszönhető ez a sosem látott mértékű fejlődés? A TikTok algoritmusnak, mely gondosan válogatja nekünk össze a tartalmakat különböző szempontok alapján. Hogy milyen videók fognak megjelenni a For You page-eden? Sok dolog befolyásolja ez, de legfőképp a különböző videókra mutatott interakcióid, illetve a fiókok, amiket követsz vagy éppen letiltottál. Az algoritmus figyeli azt is például, hogy egy videót milyen arányban néznek végig a felhasználók, illetve mikor görgetik tovább, így érdemes tartalomgyártóként tudatosan felépíteni egy videó szakaszait. És mitől működik jól egy TikTok videó? Sok múlik a felépítésen, az első néhány másodpercen, mely megragadja a figyelmünket, ezt hooknak nevezzük. De hogyan terjedhet el virálisan, és juthat el akár milliókhoz? Egy TikTok videó posztolását követően a rendszer figyeli az elsőkörös megtekintők videóra tett reakcióit, és ez alapján bírálja el a videót, engedi tovább, vagy fogja vissza a terjedését. És hogy kik a legnépszerűbb hazai TikTokerek? Kinek van a legtöbb követője? Nézd meg Magyarország top 50 TikToker top listáját, a linket megtaláld a leírásban. Akkor szeretném bemutatni a mai adás vendégeit. Itt van velünk Mak Adri. Sziasztok! Tapsolni szoktunk ki, akkor mindig kellemetlenül. És Trunc Patrik. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát volt olyan, amin esetleg nem tudtatok ebből a kis prezentációból, amin esetleg meglepődtetek? Engem az érdekelne, hogy ugye az utolsó információ az volt, hogy elkészült a Star Networknek a hazai top 50 TikTokere követő szám alapján. Nem tudom, hogy Adri, te tudod-e, hogy hanyadik vagy ezen a listán? Azt a hatodik. Igen, hatodik. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Te pedig nagyon-nagyon picivel csúsztál egyébként a top 50-ről, de nyilván ez csak követő szám alapján, tehát ez most egy ilyen mérési skála, de gratulálunk mindkettőtöknek. Köszönjük. Köszönjük szépen. De majd a Patrik úgyis fel fog majd jönni. Biztos vagyok benne. Nemrég kezdtük, vagy kezdtem én. No, hát aki esetleg úgy nézné, vagy hallgatná ezt az adást, hogy nem ismer benneteket, azoknak készültem két-két videóval, amit gyorsan bejátszanánk. Mind a kettőtöktől választottam egy olyan humoros tartalmat, ami mondjuk így a leginkább jellemző a ti TikTok feedetekre, és választottam egy-egy olyan különlegesebb tartalmat is, amiben valamilyen olyan tehetségeteket villantjátok meg, amit talán kevesebben ismerhetnek, kivéve azok a rajongók, akik folyamatosan követik az oldalatokat. Nézzünk is akkor bele, jó? Jó.
jó. Szuper. Yes. Yes. Oké, és akkor választottam egy másik videót is tőled, nézzük meg. Erre nagyon büszke vagyok. That's good. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm the wild, I'm a beast of war, I'm creative, honey, you get alive. Jó, de jó. Köszönöm. Nagyon tehetséges vagy. Köszönöm szépen. És akkor nézzük meg Patriktól is egy-egy tartalmat, egy humorosat választottam, meg neked is van egy ilyen különleges képességed, ami nem az éneklés, hála Istennek, hanem valami egész másonben te nagyon tehetséges vagy. Nézzük meg! Sziasztok! Ebben a videóban képzeljétek el, levegőt fogunk kóstolni egyenesen elejéből. Személy szerint még nem jártam elejében, de az egyik barátnőm kint lakik, és ő küldte nekem ezeket a levegőtartokat. Hát nem fantasztikusak? Állítólag a Los Angeles-i levegőnél nincsen jobb. Milyen kis cukilák olómiolajos kacsiban érkezik? Akkor kezdjük is a kóstolást. Egy picit izgatott vagyok, ugyanis még sosem vettem levegőt. Oh my god. No way. Na jó, srácok, ez literálisan a legjobb, amit valaha kóstoltam. Ha esetleg kis Los Angelesben jártok, ne felejtsetek el levegőt venni, ez fantasztikus volt. Sziasztok! Nem bírtam megállni, hogy egy olyan tartalmat válasszak, ami egy kicsit az influencerek felé kicsit ír, meg paródia. És akkor nézzük meg a te különleges képességedet. Wow. Igen, tehát ez a grafikai munka, a design munka szerintem igen. Elég menő. Köszönöm. Adri, neked az éneklés, az hogy jött, mióta? Jó, hát amióta igazából beszélek, én azóta énekelek, tehát én a Spongyobob óta, hogy először megláttam, azt is énekeltem az elején, meg a Felfedező Dórát, tehát hogy én onnantól kezdve csak énekeltem, és első osztályba betettek engem egy kórusos tagozatra igazából, ott 8 évig kórista voltam. Aztán utána mentem megint csak egy olyan iskolába, ahol volt kórus, de ott már azon nem vettem részt, és igazából saját magamat képeztem. Ennyi. Aha. De talán zenés családból is származol, nem? Hát igazából úgy, hogy lenne a családomban híres zenész, úgy nincs, a papám gitározik, és a másodónak a testvéreim vannak ilyen híresebb kórusba igazából. Ú, de menő. Egyébként ugye a témánk a TikTok algoritmus, de amikor valaki tényleg ennyire tehetséges, annyira jó egy picit elkanyarodni, és kicsit beszélni ezekről, hogy ezeket így útközben fedeztétek fel magatokban, vagy már alapvetően is már a TikTok előtt is. Tehát, hogy nem a TikTok miatt kezdtél el ezek szerint énekelni, hanem már előtte is volt hozzá affinitásod, csak így itt meg is tudod mutatni a tehetségedet. Igen, ez amúgy tényleg érdekes. Mert az a probléma amúgy, hogy a TikTokon, ha most ez okés, ez a videó, amit most az előbb láttunk, ezt felkapták, de amúgy nem nagyon szokták nézni sajnos ezeket az énekes videókat. Például volt egy olyan videó, ahol egy kastélyba megkértem, hogy játszhassak a bálteremben egy nagy zongorán, és vele énekeljek, és ezt a Patrik segített nekem felvenni, és igazából nagyon-nagyon kevesen nézték meg. Igen, egyébként erre ki akarunk térni erre a kérdéskörre az algoritmus kapcsán, hogyha vannak olyan típusú videós tartalmaitok, amiket mondjuk annyira nem szeretnek, de mondjuk ti azt szívesen készítitek el, ez Patrik, neked is ugyanúgy kérdés, hogy akkor attól függetlenül, mert mondjuk nincsen elérése, még folytatjátok, mert nektek úgymond ez egy szeretem témakör, vagy inkább akkor azt mondjátok, hát, hogyha nem akarják, nem szeretik, nem szereti a közönség, akkor inkább hagyjuk. Mondjál, nyugodtan, most én beszéltem. Tehát mi volt mondjuk neked ezután, a videó után, mi volt benne így, ami így megfogalmazódott, így a gondolat, hogy vajon nem kéne, vagy hogy már csak azért is, mert nekem ez amúgy tökre bejött. Ez amúgy nálam nagyon-nagyon változó, mert a Patriknak napi szinten sírok, hogy nem hiszem el, hogy csinálom éjjel-nappal a zenét, de tényleg. És igazából magamnak veszem föl, és nem rakom ki, mert tudom, hogy
úgyse fogja megnézni senki, de valamikor meg annyira tetszik, hogy úgy kiraknám, de akkor csak kiteszem mondjuk sztoriba. Jó, azért az senki, azért, igen, az mondjuk az több tízezer ember, gondolom, igen. Tehát hogy az senki, az valószínűleg csak egy az átlagoshoz képest kisebb úgy réteg. Úgy értettem, bocsánat. Igen. Nem csak azért azt tegyük hozzá, hogy aki nem ismer, bár valószínűleg nincs ilyen ember, de hogy azért most ilyen 755 ezer feliratkozó körül jársz, és azért az átlagos videónézettségek azért jó, ilyen... Hát több százezerek szoktak, igen, ugye lenni, és úgymond kevésnek tűnik, de mégis rengeteg, mondjuk az a 40 ezer ember is, csak ugye, mivel az ember egyszer benne van egy olyan dologban, amit megszokott, akkor utána kicsit nehéz visszaesni ahhoz, hogy kevesebben nézik, mint akkor. De nem vagyok elkeseredve, mert legalább az a pár ember, azt tudom, hogy igazi, és megnézte. Úgyhogy innen is köszönöm. Így van. Neked, Patrik, van ilyen kategória egyébként, ami... Alapvetően így van, persze, de egy háttérsztori, hogy grafikusként dolgozom, tehát a grafikai rész az ugye nálam innen jött, hogy akkor megmutassam, hogy hát megnézzük, hogy szeretik-e az emberek, vagy sem, és úgy jött ki, hogy igen, szerették, szóval ebből csináltam egy pár sorozatot már, illetve suliban én nagyon szerettem az ilyen analitika részt, tehát hogy nekem a TikTok az hobbiként indult, viszont most meg már nagyon szeretem a számokat, tehát én mindig figyelem, ugye visszatérve arra, amit te mondtál, hogy nézem azt, hogy oké, ez nem teljesített, akkor az megy a kukába, szóval kicsit ezt a marketing részét szeretem a TikToknak. Úgyhogy én nem szoktam olyat már gyártani, ami nem megy. Mindig nézem azt, hogy akkor egyre jobb számok, mert az algoritmus tudja azt, hogy ha előre dolgozol, mármint hogy csinálsz egy jó videót, akkor nyilván ki fogja utána dobálni a többi videódat is, mert úgy fogja nézni, hogy hoppá, ez egy jó tartalomgyártó, szóval ezért kell mindig jót csinálni. Szóval te aláfekszel az algoritmusnak, igen, de az a kategória, hogy figyeled, kifigyeled, megnézed, hogy mit szeret, mit nem. Abszolút. És igazából ezt egyfajta kihívásként is tekinted, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb, minél nagyobb nézettségeket. Igen. Úgyhogy én nagyon, egyébként egyeszem harmadik személybe beszélek róla, de már Adri is, hogy a TikTok algoritmus, mint hogyha tőle függnénk, és amúgy igen, hiszen tartalmat gyártunk, és ha nem működik, és nem csináljuk jól, akkor ugye nyilván az ember úgymond eltűnik. Tehát akkor nem is ketten laktok együtt gyakorlatilag, hanem hárman. Igen. Ti és a TikTok algoritmus gyakorlatilag. Néha szeretjük, néha nem. Ez ilyen sevelet se nélkül lett kapcsolat. Elég toxikus. Emlékeztek arra, hogy mi volt az első olyan videótok, ami felkapott lett, vagy ami nagyon ment? Nem vagyok rá büszke. Igazából ez csak egy bolondozásnak indult. Felálltam egy asztalra az osztály közepére, szünetben, és volt egy akkor egy ilyen híres zene, és elkezdtem ugrálni az asztalon, és véletlenül megbotlottam, és leestem az asztalról. És az összes osztálytársam jó, még csak rám se nézett. Senki. Opa, bocsánat. Nagyon szeretek téged akkor. Senki nem nézett rám. Mondom, jó, mindegy. És ezt kitettem, és igazából ez a videó egy pangott a levegőbe egy hétig. És egyszer csak ültem a barátaimmal egy asztalnál, így beszélgettünk, és annyit vettem észre, hogy a telefonom meghalt. Mondom, ez mi? 600 millió értesítés. Egy nap alatt jött 40 ezer feliratkozó, 10 milliós megtekintés, és 1 millió like azon a videón. Semmi nem történik benne. És nem is értem, de nem vagyok arra a videóra büszke. Igen, amúgy meg ezt mi úgy hívjuk egymás között, hogy ez globálba ment. Igen. Tehát, hogy nagyon kevés tartalomgyártó jut oda ki. Ez egy ilyen megfoghatatlan dolog. Nekem ilyen még egyébként nem volt ekkora megtekintés. Tehát itt ugye arra gondolsz, amikor nem csak az országhatáron belül, igen, hanem kimegy a világba. Igen, hiszen az eltaknyolás az egy univerzális dolog, tehát azt mindenki érti, nem? Tehát igen. Abban nem volt semmi magyar specifikum. Tehát... Hát nem is volt, azt hiszem, alatta semmi, hogy kiírtam volna bármit, tehát hogy igazából aki megnézte, az is értette. Aha. Azt a egy nap alatt 40 ezer feliratkozó. Egy nap alatt. Ez hihetetlen. Nagyon durva volt. Ilyen. És vajon ez a 40 ezer ember az azóta is azt várja, hogy honnan fogsz még leesni, meg milyen különböző elesésed lesz? Nem vagy? Tudom, azóta is ott vannak. Nem tudom. De ez nem az első videód volt? Nem. És ez az első, amit felkaptak, ugye? Uh-huh. De mármint nagyon. Viszont minden, ha belenéznénk? Még a Patrikot is megkérdezem ugyanerről. Jó, bocsánat, engem bocsánat. Érdekel, hogy mi volt az első olyan videó, ami... Hát alapvetően nagyon sok videófajtát és témát dolgoztam már fel. Ugye én úgy is kezdtem, hogy akkor hobbiként. Az elején még a Snapchat, tehát a barátaimnak elküldött bolondozásos Snapchat videókat töltöttem fel TikTokra, akkor az is beindult, de utána volt lakásfelújítás, szóval mindig igyekeztem így új dolgokat kitalálni. Úgyhogy volt a grafikai is, lakásfelújítás, úgyhogy mindig kajakészítés, volt ilyen főzős videó, úgyhogy nagyon sok mindent szeretnék csinálni, vagy csinálok is. Úgyhogy így nem is tudom megmondani, hogy mi volt az első hirtelen. Uh-huh.
Én viszont tudom, mert én feltúrtam a TikToknak a legeslegmélyét, úgyhogy most bele tudunk nézni, és meg tudjuk nézni, hogy mi volt az első videótok TikTokon. Kezdjük a legeslegelső. A legeslegelső, bizony, a legeslegelső. Emlékeztek rá? Én nem vagyok büszke. Én így. Jézusom! Nagyon súlytalan. Nem. Miért? Tök cuki vagyok, tök jó az a szemüveg, nem tudom. Jézusom, az egy kapuszemüveg, amit egy busz megállóba találtam a földön. Még jobb, eszmei értéke van. De büszke vagyok erre a videóra, mert ugyanis tudni kell előre a srácról, aki a videón van, hogy ő Marco Cellucci, egy olasz híres, talán musicalin volt, híres, vagy most már ugye, hát TikTokon kicsit eltűnt, de amúgy elég híres volt annó a srác, és volt egy videóm pont ezután, amin Ariana-t utázom, és ezt annyira felkapták, hogy 100 000 like volt rajta, és azt hiszem, hogy több mint 500 000 megtekintés, és írt ez a videó alá, hogy te vagy ez a lány, aki tudja utánozni Ariana Grande hangját, én meg csak így, what? És szétrobbantam. Igen, tehát neki több millió feliratkozója van, talán, ha jól emlékszem. És ugye ez azért technikailag érdekes, mert hogy duettezel vele, és ez is módja például az algoritmus pörgetésének, hogy mondjuk akkor nálad népszerűbb tartalomgyártóval készítesz közös tartalmat, és akkor ezt alapvetően az eléggé szereti a rendszer. Hát annó talán annyira nem volt ez ennek függvényében ez a dolog, de most már inkább lehetséges, mert most már többet látok olyat, hogy egy 2000-es követői táborral rendelkező csajszíves rász csinál egy nagy hírességet TikTokon, egy közös duettet, és hirtelen lesz rajta több milliós like. Szóval ez is meg lehet ilyen. Kivel csinálnátok egyébként, hogyha lehetne bárkit választani? Egyébként nagyon sok tartalomgyártó van, akivel szívesen, így nem tudnék egyet sem mondani. Én nálam nincs olyan nagy celeb fan, hogy akkor úristen, most bárcsak vele lehetne egy közös videóm igazából, nem tudnék mondani. És magyar? Lehet ez külföldi magyar? Én a VR-osokkal. Én őket nagyon szeretem. Nekem ilyen nincs. Nagyon. Ha magyar, ha meg külföldi, akkor meg Lele Pons, ő még a Vine-on volt nagyon híres, az egy régi platform volt, amit sajnos betiltottak, de nekem ő az, aki nagyon... De jó. Oké. Nézzük meg akkor Patriknak is az első videóját, oké? Szerusztok, srácok! Képzétek el, elkezdtem tanulni a nyelvvizsgára, vagy hát már régóta elkezdtem tanulni, de hogy most találtam tök jó videóanyagot, úgyhogy az elmondja azt, hogy mikor is hogyan lehet használni, és illetve segíti a kiejtést is. Ezt figyeljétek! Regards! Best regards! We thank regards! With kind regards. Hát nem fantasztikus, nagyon imádom. Azóta egy csomót tanultam, és tök jó, hogy magyarul is elmond mindent. Hallgassátok! Úgy is meg fognak húzni a nyelvvizsgát, a bencén beteg nyomodult. Ez kóra jó. Meg volt a nyelvvizsga utána, úgyhogy összejött. Gratulálunk hozzá. Illetve amit mondtam, hogy ezt azért is köszöntöm így, hogy elúztok srácok, és ez meg is van ez a sziasztok srácok, mert ezt a baráti csoportba küldtem Snapchaten még, szóval ez egy Snapchat filter, és úgy voltam vele, hogy jöhet, akkor kiteszem TikTokra, már ez egy új platform, nézzük meg mi lesz, és felkapták, szóval... Igen, tehát gyakorlatilag itt egyrészt egy edukációs tartalomról beszélünk. Mert lényegében igen. Mert hogy oké, hogy van benne marháskodás, de azért mégiscsak átad valamiféle hasznos tudást. Plusz ugye választottál egy olyan filtert, ami alapján egyébként nem is lennél beazonosítható. Igen, illetve ez trendi volt akkor a Snapchat miatt ez a filter, és vicces. Igen. Már mennyire viccesnek mondható. De amúgy ez a mai napig, nem? Tehát ne hát van egy youtuber, az Avram Latoska, aki ezzel csinálta a videót, igen. És hihetetlen számokat ért el ezzel. Aha. YouTube-on csinálta a videóit. De mind a mai napig szereti az algoritmus, nem? Hogyha mondjuk olyan filtereket, olyanokat használsz, ami alapvetően most éppen pörög. Tehát az is lehet egy módja annak, hogy egy videót sikeressé tegyél. Abszolút, igen. Mennyire tudtok ellenállni a trendeknek? Hogy felüljetek a trendvonatra? Mi teljesen. Abszolút. Nem nagyon nem. Megyünk a trendekkel. Uh-huh. Vagy hogyha meg is csinálunk mondjuk közösen egy trendet, akkor azt is úgy fogjuk megcsinálni, hogy egy görbetükröt mutatunk, és ezt kiparodizáljuk. Igen, így a saját magunkra próbáljuk szabni a trendeket.
De egyébként miért vagytok ennyire? Kicsit azt érzem, hogy ilyen ellenségesek vagytok, mert ugye nagyon sokan úgy gyártanak tartalmat, hogy nem feltétlenül kell, ez valahol jó is a TikTok, hogy nem feltétlenül kell hozzá valami őrületes nagy kreativitás, hanem csak megcsinálsz valamit egy sémára, és ezzel ugye magadat is, meg másokat is szórakoztatod. Hogy azt gondoljátok, hogy ez nagyon így cringe, hogyha valaki így csak trendeket csinál, vagy legyen már benne annyi, hogy akkor átgondolja, hogy milyen tartalmat szeretne, és már csak azért is valamilyen saját stílust képviseljen. Szerintem egyébként, tehát nem nézzük le azokat, akik trendekre csinálják a videókat, csak valahogy nem érzem azt, hogy ez így az én stílusom lenne. Nem minden trenddel tudok azonosulni, tehát vannak olyan hangok, amiket meg eleve most is van egy trend, mindig vannak ugye aktuális trendek, és így nézzünk egymásra az adri, hogy ez micsoda, ezt nem csináljuk meg mi, mert úgy nem tudunk vele azonosulni, de például van, akinek ez tök jól megy, és simán tudja. Vagy olyat is szoktunk, hogyha van egy trend, akkor azt így a mi karaktereink, így hívjuk ezeket a kis szerepeket, hogy karaktereinkbe így beleillesztjük, és akkor megcsináljuk, és akkor az úgy vicces. Úgyhogy... Oké, de akkor ezek szerint például a trendeket nem követitek, de mondjuk olyan van, hogy valamilyen ötletet átemeltek, tehát hogy mondjuk akár ez az ébresztórás geg, ez egyébként egy eredeti ötlet, vagy mondjuk inspirálódtál valahonnan? Ó, hát ezt a kommentbe is leírtam amúgy, hogy ez teljes inspiráció volt, mert igazából majdnem ugyanez történt. Én nagyon ritkán szoktam olyan videókat csinálni, ami fullosan ugyanaz, mint mondjuk az, amit előttem egy nagy tartalomgyártó megcsinált, de én mindig is azt mondtam, hogy sosem lehet úgymond copy egy videó. Ha te megcsinálod ugyanazt a videót, mondjuk, mint egy külföldi videós, és te ezt lemagyarosítod, akkor nem lesz ugyanaz, mert a saját személyiségedet beleviszed, tehát nem lehet ugyanaz. És mindenki azt írja, hogy ha te ezt copy, jelöld meg a tartalomgyártót, és ezt mindig meg is csináljuk, kivéve ha elfelejtem, innen is bocsánat, de sose lesz ugyanaz. Mert benne van a saját személyiséged, nem fogod ugyanazt mondani, viszel bele valami mást. Ennyi. Abszolút. Engem az érdekel, hogy ti most együtt éltek, konkrétan egy lakásban laktok. Igen. És hogy ez nem vezet-e oda, vagy hogy néznek így a hétköznapok, hogy egész nap TikTokozni? Mennyit vagytok a platformon egyébként, hogyha a napi szinten kell mondjuk nézni? Sokat. Az átlag, ugye azt láttuk, hogy most már 70 perc fölé ugrott az átlagos napi használat, azt láttuk ugye az elején, hogy ti ehhez képest nyilván gondolom fölötte vagytok, vagy? Igen, alapvetően szerintem, ugye mivel tartalomgyártók vagyunk, nyilván nekünk ez a munkánk, ez lett a bevételi forrásunk, tehát muszáj a trendek elé mennünk, vagy nem is a trendek elé, hanem tudnunk-e, hogy mit csinálunk mondjuk jövő héten, vagy hogyan lesznek ugye a videók beütemezve, és azért folyamatosan kellenek azok az impulzusok, ötletek, és ez a legnehezebb benne, hogy mindig újat mutatni, vagy hogyha nem is újat, de akkor egy meglévő ötletet átdolgozni, ugye amit Adri is mondta, hogy sose úgy utánozzuk le, hogy akkor egy az egybe, hanem belevisszük a saját kis gegeinket, vicceinket, karaktereinket. Ez a legnehezebben, úgyhogy nagyon sok időt töltünk vele. Én nem tudom számszerűsíteni. Talán 8 óra, az nagyon sok? Naponta? Nap. Nagyon. Hát, azért van, de nem is az, hanem ugye a lakásban megyünk ide-oda, és így a telefon a kezünkben van. De az vagy nem, esténként. De az nem mindig a TikTokozásról szól. Például te nagyon sok YouTube-ot is nézel. Vagy például az, a tartalomfogyasztás, de amúgy a TikTok is nagyon sokat így kitesz így a napunkból szerintem. Hát itt akkor ez egy rendes munka idő. Abszolút, nálad. Már igen. Uh-huh. TikTokon kívül mit szoktatok? Filmezni. Ami social. Vagy így karrier, vagy nem, együtt töltözni. Ami social, tehát ami social media, minden, ami közösségi. Elkezdtük a YouTube-ot. Igen. Igen, most az az új, amit így ki szeretnénk próbálni. Ez egy ilyen kicsit kikapcsoló. Jó, hogy oda is tartalmat gyártani. Uh-huh. Én úgy értettem, hogy mit fogyasztotok, vagy hol vagytok. Hát, is. Ugyanúgy jelen. De elkezdtük gyártani a tartalmakat is, az is egy új dolog. Kicsit talán nem is az, hogy meguntuk a TikTokot, de hogy kell valami más szerintem. Hogyha tartalomgyártó az ember, akkor... Vigyázzatok, akkor... mert itt van kint. Szeretünk TikTok, de hogy igen, erre figyelünk, meg legyen a balansz. Néha azért egyébként elcsúszik. Tehát, hogy a negatív hatásai az érződnek nálunk is, mint tartalomgyártók, nem csak fogyasztók. Úgyhogy, de hát próbálkozunk. És te mennyi időt, Adri? Úgy kb. Hogyha nagyon durván TikTokon, ehhez a 70 perchez képest, mondjuk úgyis, hogy alatt vagy a fölött, nyilván én ennyit nem szoktam, mert egyszerűen nem bírja a szemem, meg a fejem. Tehát annyira elkezd fájni egy idő után a fejem, meg nem érdekel. Jézusom. Nem érdekel már egy idő után. Nézem, és konkrétan már, mintha
szétfolyna az agyam meg a szemem, és én mondom, hogy jó, akkor ezt most leteszem, és így berakok egy kis Family Guy-t, és így inkább azt nézem, így jó távolról, vagy csak a hangját hallgatom, vagy mert vagy festünk esténként. Ó, de jó. Nem kreatív lelkek vagyunk aztán. Ja. Erről egyébként nem terveztek tartalmat? Én csináltam már róla tartalmat. Jaj. Tök jó. Egy bútort lefestettem Boci mintásra. Én is egyébként már kiraktam, és szerették. Igen. Van egy ilyen ikonikus bútor darabunk. Egy bocis. Kombó. Hát egy TV-állvány. Én azt mondom, hogy képeket festetek. Nem. Azt is szoktunk. Én most vettem egy ilyen kis rajzos jegyzet füzetet igazából, amiben lehet rajzolni, és én abba szoktam igazából, hogyha van valami ötletem, vagy már teljesen elegem van a social médiában, és egy napra azt mondom, hogy jó, akkor a kukába az összes elektronikai eszközzel. Mm-hmm. Tehát detox. A kézműveskedés, azt mondjátok, az jó. Nagyon jó detox lehet. Vagy valami kikapcsolódás muszáj, mert hát, tényleg annyit vannak az emberek ezeken a platformokon, hogy egyszerűen ennyi impulzus, ami ér egy nap. Hát van olyan, hogy este a Patrikkal leülünk, és nem beszélünk egymással egy szót, csak egymás. Jézusom. Egymással szemben ülünk, gyertyák gyújtanak, egy kis lofi hangulatzene, és akkor nem is beszélgetünk, csak de három órán egymást. Keresztül. Nem, festünk, vagy rajzolunk. Ki akar téged nézni? Csak nézzük egymást. Jó szokott olyan is. Mielőtt még tovább mennénk, azonban szeretnénk egy nézői kérdést intézni hozzátok. Kérlek, válaszoljatok a kommentben. Ti szoktatok-e tiktokozni? Ha igen, akkor milyen gyakran? És milyen típusú tartalmakat szerettek a leginkább nézni? Említetted, Patrik, hogy nagyon átgondoltam, betervezettem gyártjátok és publikáljátok a videókat. Ugye ezt hogy kell elképzelni, mondjuk egy hétre előre megtervezitek, pontosan meg van tervezve, hogy ez mikor fog kimenni a napon belül is, van-e olyan időszak, amikor érdemesebb szerintetek publikálni, ez hogy néz ki ez a tervezés? Nekem konkrét statisztikáim vannak erre, és egy mappa a gépemen. Én két hétre előre szoktam dolgozni általában, tehát a draftok között mindig megvan így. Tehát, hogy akkor vagyok nyugodt, hogyha tudom azt, hogy jó, akkor két hétig vannak videóim, ötleteim, stb. Van egy ilyen ötletbörze a jegyzetekbe, szóval én nagyon komolyan veszem, néha szokták mondani, hogy túlságosan is. Van, amikor azt érzem, hogy megéri ezt komolyan venni ennyire durván, de például az Adri pont kicsit az ellentétem, hogy ő ilyen inkább ilyen impulzív, csak csinál valamit, és bejön, tehát hogy nem feltétlenül kell ez a fajta, nem tudom, előre gondolkodó dolog, de hogy szerintem fontos az, hogy azért tudjuk, hogy mikor rakunk és hogyan lesz. Szóval, hogyha ennyire benne vagy a statisztikákban, engem érdekelne, hogy konkrétan azt is le tudtad szűrni, hogy milyen napszakban publikálj, hogy igazodsz ehhez. Tehát, hogy mik ezek a szabályok úgymond nálad? Van egy konkrét időpont, amikor én posztoltam a nyár folyamán, tehát nézni kell az évszakok változását is, mert ugye az emberek mindig máshogy vannak, leginkább ugye a fiatalok, de hát ez látszódott a statisztikából is, hogy most például elkezdődött a suli, ezért 5 órakor posztolok, viszont nyáron a 15 óra 30 perc volt az időzített posztolási időm, úgyhogy igen, nekem ez így megvan. De király. Azt láttam, hogy így működik, és nyilván, ha valami működik, akkor azt kell csinálni. Igen, mert tökre érdekes, hogy ezt a sulis dolgot is úgy tapasztaltuk ki, hogy amikor én iskolába jártam, akkor nekem mindig úgy volt, hogy jó, 2-3-kor haza, akkor vagy edzés, vagy barátokkal benn még valahol el a városban ellenni, és akkor utána 5-kor haza, és akkor kicsit tiktokozunk, meg játszadozunk, meg ilyesmik, és akkor utána még talán nekem utalolni, mondom talán. És akkor így mondtam a Patriknak, hogy szerintem az olyan 5 óra körül lesz a legjobb, amikor ki lehet tenni most is suli időszakban az. Akkor a közönségetek ezek szerint inkább a sulis korosztály, mert ugye azt láttuk az elején az adásnak, hogy nem feltétlenül csak a legfiatalabbak vannak jelen a platformon, azért több mint 20% volt talán, aki 25 fölötti, ha jól mondom. Hát ugye a magyar adatok tekintetében, hogyha jól emlékszem, igen, akkor... Igen, 29% a 25-34 közötti. Okay. Igen, 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 igen. De akkor a ti közönségetek, ha jól értem, akkor inkább az iskolás, fiatal felnőtt, akik ugye még suliba járnak, és ehhez tudtok igazodni. Igen, szerintem abszolút hasonló a közönségünk, viszont annyit vettem észre, hogy mivel nekem... Tehát én nagyon sokféle tartalmat gyártok, mondjuk mit tudom, mint a grafika, például az idősebb korosztály előbb bekövetett, vagy amiatt bekövetett például, és ők nem is tudják, vagy nem is kapták még meg a poénos videóimat. Szóval nekem nagyon vegyes egyébként a korosztályom, azt vettem észre, de még így is ez az időpont, ez az 5 óra volt jó. Szóval
Ja, hogy te be tudtál vonzani, ez is egy érdekes dolog, hogy be tudtál vonzani egy idősebb korosztályt a grafikus videókkal. Igen, illetve a legelején még ugye egy lakást újítottunk fel, még Pécsen a régi lakásunkat, és abból is ugye csináltam tartalmat, posztoltam a videókat, és ott például nagyon sok idős követett be, és azt mindig látom, hogy a kommentekből lehetett, nincsen kimondó statisztikám, hogy akkor látom, hogy mit tudom, hány százalékban ennyi idős, hány százalék annyi idős, hanem gondoltam nyilván, hogy jó, hát ugyanilyet vettem a lányomnak, tök jó megcsinálom, akkor ezt én is a fiamnak. Tehát ebből szűrtem azt le, hogy ahhoz, hogy ők idősek, tehát hogy nekem ilyen nagyon vegyes. Ez a 30 pluszos korosztály, ami mi vagyunk. Az öregek, az idősek. Ezek az idősek, mi vagyunk, Marci. De ez nagyon jó egyébként. Ez akár lehet, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sokféle tartalmat kipróbálsz, és ezt tudatosan is be abszolút, lehet építeni, igen. Hogy a közönséget egy kicsit így kibontani. Mondtad, hogy akkor vagy nyugodt, hogyha 2 hétre elegendő videós ötletet előkészítesz. Ez mennyi tartalmat jelent? Tehát mondjuk hetente hány videót publikáltok a felületetekre? Én 2 naponta rakok videót, korábban 1 nap volt, tehát hogy naponta raktam videót, viszont ezt nem bírtam, tehát ennyi ötlete nincs az embernek, meg ideje. Így most ez a 2 nap ez beszokott válni, néha elszokott így a húzódni most a YouTube miatt, de igyekszem tartani azért. Úgyhogy attól függ. És Adri, nálad hogy működik ez? Hát én is 2 naponta rakok ki. YouTube miatt ugyanígy nekem is el szoktak csúszni ezek a dolgok, de én spontán ember vagyok. Tehát, aha, hogy amikor eszembe jut valami, akkor csinálom meg. De most már ugye kicsit szabályoztam az én videófeltöltésemet, meg szerkesztésemet, mert most már sokkal több időt töltök egy videó szerkesztésével, mint mondjuk 1 évvel ezelőtt, és ezt amúgy a Patriknak köszönhetem, mert mind a kettőnk konkrétan szöges ellentéte egymásnak, de annyira megtaláltunk ezt a közös ilyen egyensúlyt, hogy ő kiegészített engem, és én pedig őt, én adtam neki egy kis lazaságot, ő meg nekem egy kis szigorúságot, vagy hogy mondják rendszerben ezt. Rendszerben való. Így van. Viszont ha már ott tartottunk, hogy vágás, akkor pici ilyen technikai részletek is érdekelnének engem. Ugye ezen azért nagyon sokat ment a fejtegetés, voltak erről városi legendák, és aztán egyébként ezt meg is kérdeztük mi a TikToktól, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy jobban preferálja az algoritmus azokat a tartalmakat, amiket az applikáción belül készítetek el, vagy ti mondjuk felveszitek kamerával, megvágjátok számítógépen, és akkor úgy töltitek vissza. Mi abszolút külön vágjuk, tehát külön vágóprogramba. Most épp a Final Cut-ot tanuljuk, aha, de amúgy van egy tabletes vagy egy telefonos applikáció, a VN vagy a CapCut, ezekbe az applikációkba kezdtünk, és akkor most tanuljuk a Final Cut-ot. De a kérdésedre a válasz, szerintem biztos jobban preferálja a TikTok azt, hogy a TikTokon belül, a saját applikációján belül vágjuk meg a videókat, hiszen azért fejlesztik ennyire, de azt még fejleszteniük kell. Uh-huh. Viszont érdekesség, hogy a CapCut az a TikToknak a saját vágóprogramja, tehát onnan is fel lehet tölteni TikTokra, és akkor azt lehet, hogy preferálja jobban. Nem tudom, én nem azt használom, de érdekes egyébként ez a kérdés. Mert ugye a TikTokon belül is fel tudod venni, és már meg tudod vágni, mert van egy ilyen fejlesztett, továbbfejlesztett vágóprogram a TikTokon belül is. Aha. Nem tudom, hogy az algoritmus nézi-e. Őszinte leszek, ezt még nem éreztem. Ők azt mondják, hogy nem számít. Tehát hogy lehet, hogy mondjuk régebben esetleg számított, uh-huh, viszont ők úgy vannak a vágóprogrammal, ami van az applikációban, hogy ez egy segítség azoknak, akik igen, egyébként nem tudnak, ez egy eléggé egyszerűen használható cucc, de ők arra biztatnak mindenkit, hogy legyen minél kreatívabb, és hogyha uh-huh, ezt egy vágóprogram segítségével, akkor vágóprogram segítségével, tehát ez nem gond. Engem még az érdekelne, hogy beszéltünk itt a videókról. Egyéb más olyan ötlet, vagy egyéb más olyan formátum, például élőzés, ilyesmi, az mennyire? Hogyan vagytok ezzel a kérdéskörrel? Szoktunk élőzni, és most kezdtük el Adrival az élőzést, és nagyon szeretik. Bár itt lehet, hogy a mi dinamit duónk az, ami hozzáad egy pluszt, hogy egyszerűen imádnak minket nézni az emberek, nem tudjuk. Bármit csinálunk, és nagyon jó számokat hoz. Tehát, hogy ilyen, mit tudom én, mennyi volt a legtöbb néző? Majdnem 2000, igen. 1800. És itt néztünk, hogy... Asztal. Igen, abban biztos vagyok, hogy imádnak titeket, és hogy ezt szívesen fogyasztják, de azért ez egy nagyon más kategória azért ott élőben. Nyilván ezeket a videókat ugye pont azt beszéltük, hogy szerkeszteni lehet, át lehet gondolni, tervezni lehet. Az élőben azért nyilván ott, ha bármi
olyan van, tehát ott nincs például bennetek egy ilyen izgulás, vagy hogy egy ilyen, vagy tök más, hogy kell kezdeni ugye ezt a formátumot. Nem, mert szerintem mind a ketten átgondoljuk azt, hogy jó, akkor most mi élőzni fogunk, bármi olyan kérdés van, amire mi nem szeretnénk válaszolni, egyszerűen olyan, mintha ott se lenne. Tehát, hogy bármilyen kérdés jön, ami általában mindig ugyanaz. Együtt vagytok? Mi van ezzel? Mi van azzal? Akkor már ezt 6-szor megválaszoljuk, és mi csak csináljuk a baromkodást, és azt nézik. Tehát, hogy az, hogy most hány éves vagy, tudunk erre válaszolni, mert olyan mélyebb kérdés, hogy nem is tudom, munkával kapcsolatos, vagy bármi, az nem is nagyon érkezik. Igen, a kommentekre is egyébként ki akartunk térni, de akkor ez még egy utolsó kérdés, hogy ezt be fogjátok akkor építeni az élőzéseket fixen, ugye a tervbe, Patrik? Próbálkozunk, igen, egyébként. Viszont azt vettem még észre, hogy azért is jó a live, mert ugye amikor ilyen kis rövid videókat publikálunk az oldalunkra, a TikTokra, akkor nem nagyon, tehát nyilván ott is van egy komment szekció, tudunk válaszolni, de hogyha felmerül egy kérdés, hogy Patrik, neked mi a kedvenc színe? Tehát kicsit olyan az élőzés, mint hogyha valóban élőben beszélgetnénk ugye a rajongóinkkal, úgymond. És akkor kialakul egy ilyen tök jó kis interakció szerintem. Talán ez lehet így a sikere a live-nak. Abszolút. Egyébként a videók alatti kommentekre szoktatok reagálni? Vagy szoktatok reakció videót kommentre készíteni? Mennyire foglalkoztok a kommentekkel? Hát reakció videót azt még nem csináltunk szerintem, vagy te csináltál már? Egyszer, de ez teljesen más volt. Jó, én nem csináltam még, de válaszolgatni szoktunk, meg én így, hogyha nincs is nagyon idő mondjuk válaszolni hosszabban, akkor csak így, ezt nem hiszem el, végignyomkodom a kis szívecskéket, hogy akkor legalább legyen valami kisebb interakció, ha már annyi időm nincs most, hogy jelenleg válaszoljak. Úgyhogy igen, azért szerintem szoktunk foglalkozni, van, hogy egy órára leülünk a Patrikkal, és csak akkor most akkor kommentekkel. Igen. YouTube és TikTokon is. De ez az algoritmus miatt, bocsánat, hogy mert azért ha több az interakció, az emberek ha látják az emberek egyébként, hogy reagáltok rá, akkor még többen kommentelnek, akkor még jobban szereti az algoritmus, vagy egész egyszerűen csak szerettek így kommunikálni a követőkkel? Hát én biztos, hogy nem az algoritmus miatt, én csak szeretném, hogy érezzék azt, hogy ha már ennyi mindent adtak, úgymond, hogy itt vannak nekem, mint háttér, meg azért egy nagy szeretett csomag ez az egész dolog, akkor legalább, ha a videón kívül egy kisebb fajta interakciót, egy szeretet, meg, nem is tudom, kis morzsát azért visszaadnék nekik. Meg nagyon sokat jelent nekik, például tényleg egy szív, hogy akkor beszívezed, és wow, de jó. Ha most nagyon gonosz akarok lenni, akkor mondhatnám azt, hogy igen, jót tesz az algoritmusnak, ha kommentelsz, és egy ilyen szóláncot, hozzászólásláncot generálsz a komment szekcióba, de egyébként én is azért szoktam válaszolni, mert tényleg kedves vagyok, és próbálok velük így minél többet foglalkozni. Oké. Amire még nem tértünk ki, viszont én kíváncsi lennék, az a szponzorációs együttműködések. Mind a kettőtöknek azért volt már jó pár. Mi ezek kapcsán a tapasztalatotok? Mire figyeltek így igazából egy szponzorációs együttműködésnél? Mennyire nehéz, engem ebben kifejezetten az érdekel elsősorban, hogy mennyire nehéz olyan együttműködéses videót készíteni, ami jól fog menni, úgymond. Tehát, hogy ami megfeleljen nektek, ugye, amit mondtatok, hogy azért vannak elvárások, hogy legyen az kellőképpen kreatív, vicces, hogy ez mennyire nagy kihívás. Hogy inkább egy pozitív értelembe vett kihívás, vagy egy negatív értelemben. Hát elég nehéz, mert minden egyes ügyfél teljesen más. Valamelyik ügyfél azt mondja, hogy Adri, ráthagyom, csak csinálj valamilyen videót, amit te szeretnél, de van a másik fajta ügyfél, aki abba is beleszól, hogy az ész helyett azt mondtad, hogy a. Tehát ez teljesen megosztó, hogy ki éppen milyen videót szeretne. Valaki megmondja, valaki nem. Azért az egy ilyen általános igazság, hogy ha szabad kezet adnak nektek, akkor, és mondjuk a saját eddigi kreatív éneteket tudjátok, és figuráitokat tudjátok mutatni, akkor ez általában ugyanolyan eléréseket tud hozni, ugye? Igen. Meg... Ja. Nem, neked a szponzoráltak, azok mindig rosszabbul muzsikálnak? Mostanság, igen. Régen nagyon-nagyon. Volt olyan, hogy jobban ment a szponzorációs videóm, mint mondjuk egy átlag videóm. De most jött egy új frissítése a TikToknak, ami nem tudom, hogy befolyásolja-e. De most ugye mivel szabályzatban benne van, hogy a hashtag reklámot és hirdetést muszáj oda tenni, mert bekopogtak a NAV-hoz. Vagy hát ők jönnek hozzánk, hogy halló? Vagy nem is tudom, hogy most ez a NAV, vagy hát nem tudom kinek, akkor, bocsánat, rosszul igen, mondtam igen, elnézést, igen. De akkor kopogtatni. De valaki halló, kopogtatni halló. Fog, az biztos. És
hol tartottam? Elfejtettem. Hogy rosszabb, hogy, hogy van most egy olyan funkció, hogyha ugye betesszük azt, hogy hashtag reklám vagy hirdetés, akkor kírja a TikTok, hogy ez most akkor fizetett együttműködés-e, és arra rá kell menni, nyilván ki kell pipálni, és akkor azt vettem észre, hogy olyan, mintha kicsit háttérbe szorulna ez, mert a TikTok szerintem behozott, vagy nem is tudom, kicsit utána olvastam múltkor, hogy már arra is kell figyelni, hogy a cégek megvegyék azt a videót, hogy kicsit felfutassák a hirdetéseket. És ez miatt háttérbe szorítják a hirdetés videót, ha az ügyfél nem fizeti ki azt a videót, úgymond. Ez így van, tehát ugye hivatalosan szponzorációs együttműködés TikTokerrel is, csak a TikTokon keresztül lehet indítani a platform szabályai szerint. Uh-huh. Nem tiltják le a videót, így van, ahogy mondod, de alapvetően azért az elérését próbálják picit visszaszorítani, és ezzel is buzdítani a hirdetőket arra, hogy náluk költsék el a pénzüket. Így van. Igen, én ugye tartalomgyártóként apostrofálom magamat fél éve, hogy mondhat nekem, igazából ez fél éve kezdődött. Azóta csinálom ilyen nagyon-nagyon, hát ahogy említettem, hogy szabályok szerint, és szerintem a legfontosabb, és amit nagyon sokan elkövetnek, hogyha mondjuk tartalomgyártók szeretnének lenni, hogy igen, a 10-15 ezer követő után jönnek ugye az e-mailek, a megkeresések, hogy akkor léci, itt van ez a szívószál, add el nekünk a TikTokon, és a legfontosabb az az, hogy legyen egy ilyen jövőbeli célod, hogy tudd azt, hogy te ki akarsz lenni, és mivé akarsz válni, és én például ezt nagyon tudatosan építettem ki, hogy kik azok a márkák, amiket szeretnék mondjuk így a fejem mellett. Mert ugye nyilván itt az influencer tartalomgyártónál te leszel egy ilyen plakát, amire ráragasztanak márkákat, meg cégeket, és akkor ezzel így össze fog, nem tudom, függni a neved, vagy bármi ilyesmi, össze fogsz vele olvadni, és én nagyon meg szoktam válogatni, mik azok a cégek, amiket szeretnék, és ez be is jött egyébként, lekopogom, mert hogyha mondjuk elvállalsz egy olyan munkát, amivel tudod azt, hogy lehet, hogy más cégek nem tudnak azonosulni, akkor utána nem fognak megkeresni. Viszont, hogyha jobbnál jobb, nagyobb márkákat vállalsz el, akkor ránéznek, hogy hú, a Patrik ezzel dolgozott együtt, akkor lehet, hogy van benne potenciál, szeretném őt kérni. És tényleg olyan márkákkal dolgozom jelenleg együtt, hogy így sose gondoltam volna, tehát hogy egyszer hihetetlen. És szerintem ez a legfontosabb, hogy ne adjuk el magunkat rögtön az elején, hanem tényleg ezt tudatosan, okosan csináljuk. Azért ezt nehéz lehet megállni az elején, amikor mondjuk kisebb, nem is azt mondom, hogy olyan márkák, mert ugye mindenkinek más a preferenciája, de mondjuk így elég erős szűrőt alkalmazni, főleg az elején, amikor az ember ugye próbál a tartalomgyártásra figyelni. Uh-huh. Nagyon jó, hogyha van egy kis bevételed azért, hogy tényleg minél több időt tudjál erre szánni, azért ez biztos az elején lehet inkább egy nehézség. Igen, mert olyan döntéseket meg kell hozni, amik így tényleg azért nehezek, és a legrosszabb szerintem, hogy ebben nem segít senki. Tehát jó, mondjuk az élet alapból ilyen, hogy nincs egy olyan, hogy szerinted most akkor melyik útra menjek, erre vagy arra, így sincs ilyen, nekünk kell tudnunk, hogy jó, én most ezt a márkát elvállaltam, akkor talán ez lesz ennek a, tudom, ilyen hozadéka, vagy azt is lehet, hogy ezt most nem vállaltam el, és akkor más lesz. Én nagyon sok márkának mondtam már nemet. Valamit megbántam, valamire igen mondtam, és azt is megbántam. Szóval tényleg ez ilyen nagyon összetett. Az biztos. Oké. Okay. Van még kérdés, hogy feltettem az utolsót. Feltettem az utolsót. Jó, akkor mielőtt egy kis játékkal lezárnánk a mai adást, még azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy van-e kedvenc videótok a másiktól, amit kifejezette? Igen. A Patriknak van egy olyan személyisége a többi mellett. Melyik? Pontosan. Csilla anyukája. Okay. Ő akkor egy Karen nőt játszik el, egy parókában, és leszídja a Csillát mindig. És az az egyik kedvenc karakterem, meg amikor apuka, az nagyon vicces. Úgyhogy ezek. Nekem szintén Adri anyukájának a karaktere, az anyukás videók, illetve van egy nagyon vicces szerintem, de az összes többi is vicces, amikor bankrablót játszik, és egy ilyen Melissa McCarthy is filmből inspirálódott, tehát ez mindent visz. Egy berskás szatyorral a fejem. Igen. Belenézünk ezekbe? Csak egy picit a nézőkedvéért is? Azt mondja, ugye az anyukás videó, amit mondtál a Patriknál, ott talán van is egy olyan, amiben van egy ilyen, hogy kontrasztba állítja a kettőt, nem? Amikor, tehát kontrasztba állítja a kettőt, amikor van egy olyan, hogy ott alvós buli van, és akkor igen, hogy reagál anya, és hogy reagál apa, nem? Van egy ilyen. Igen, külön videóba szedtem, de igen. Oké, okay, akkor... Na jó, nem. Az a kedvenc, amikor a kocsiba ősz, és hátra szólsz, hogy ki a izé a másik nő. Tündi, Anita. Anita. Anita, eljobb. Bocs, a fejem mész kicsit? Valahogy itt kell lennie. Az a
Apa, amikor nálad alszik valaki. De mondom, az apukás is, tehát igazából azt is abszolút, megnézhetjük, igen. Tehát az is vicces, szerintem az is nagyon jó. Jó, akkor nézzük meg azt. Nagyon lányok, be lehet fejezni, késő van, 10 óra van, holnap iskola. Csilla, nem értek el, mit kértem az előbb, feküdjetek le aludni. Kinga legalább, te fogadj szót. Csilla, szólok apukádnak. Lányok, mi ez a cirkusz már megyünk? Csilla, tudod jól, hogy milyen anyukád. Lányok, feküdjetek le. Na, a lényeg az, susmus mehet, holnap suli, helyetek mi sem voltunk mindig aztán a legjobb gyerekek, mert kell valljam anyáddal, tehát hogy azért mi is kimaradtunk, voltak napok, amikor nem is aludtunk semmit, aztán engem se kiadni a buliból, mit néztek, mi ez? Úgy ez az ajtó, Csilla, hát miért nem szólt, majd szóljál rám, hogy ezt meg kell csinálnom. Ez így nem jó, de lányok, Csilla, csuti legyen, jók legyetek, mert a susmus, de tényleg megkötjetek le, aludjátok ki magatokat. Nem zavarok már, sziasztok! Nagyon jó. Nagyon nagyon be lehet fejezni, később van 10... Mehet a súsmus. Mehet a súsmus, igen, hát ezzel mindannyian tudunk azonosulni szerintem. Oké, és fordítva, neked mi a kedvenc videód Adritól? A Melissa McCarthy paródia. Nem, már pedig annyira nem lesz. Nekem azt tetszett. Jó, szép. Jó, megkeressük. Oké, nézzük akkor. Hát ez annyira szinte. Kezeket szak! Anyád! Jól vagyok. Nem mozdulj! Nem kapok levegőt. Oké. Mondom, hogy mi kell, és mi nem. Baj, ha inkább visszahúzom, mert így akkor látják a személyazonosságomat, és ezt nem szeretem. Oké, szóval három sült karaj, 4 cigány pecsenye, 50 darab kamember sajt, pakold, és még 200.000 forint is kéne. Mit te vallasz? Pakold! A gófriból szeretnék 3 darabot. Most pakold a 3 darab gófrit! Nem érdekel, hogy neked! Ú, igazából, ha nagyon szeretnéd, akkor csak egy gófrit rakjál el, és akkor neked is van. Ú, igazából, csak meghalt a kis kutyám! Kállap! Mi érdemes félni, úgyse fogok lőni. Ne sírj már, ember! Gyere, hagyoláljalak meg, basz! Ha gondolod, akkor valamikor mondjuk felhívhatnám, hogy lehetnénk barátok, meg ilyen. Jó, mindegy, add a sült karajt, 2000 forintot meg hagyjad! Ez volt neked vicces? Én ezt imádtam. Ez mikor videó? Mikor volt a szőke? Másfél éve. Ez egy éve volt. Igen, egy éve. Másfél éve, mert... Vissza? Akkor ezután költöztünk fel. Igen, akkor egy éve, pár hónapja. Egy éve, ja. Oké, és akkor mióta együtt laktok, már együtt is gyártatok tartalmakat, igaz? Igen, vannak közös videók is. Egymás csatornáira is. És ezek gondolom még jobban mennek, mert hogy szeretik nagyon, amikor együtt szerepeltek. Ez is megosztó, mert valamelyik igen, valamelyik nem. Aha, tehát vannak Adri fanok, akik Patrik héterek, és Patrik fanok, akik Adri héterek? Biztos amúgy, tehát hogy van, ez is így megosztó. Nem tudom. Igen, változó nagyon. Jó. Hát akkor... Mielőtt lezárnánk ezt a mai adást, akkor csináljunk egy rövid kis levezető kvízt, hogy picit fölélesszük a podcaston elszundikált hallgatókat, hogy valamilyen. Igazából csak egy ilyen tippelős játékra gondoltunk, felváltva fogunk így menni, hogy kitől kérdezünk először, és mind a kettőtöknek lesz minden kérdésre lehetősége tippelni, és aki több helyes találatot mond, az nyeri végül is. Jó. Pontot és a játékot, oké? Okay. Az első kérdés, hogy hány felhasználója van a TikToknak, de ugye a kínai, tehát a Douyin, hogyha jól mondom, ugye azzal együtt, hiszen ugye nekik egy külön néven fut a TikTok. Tehát összesen. Összesen a kínaiakkal együtt, így van. Nagyon sok. Hát szerintem egy... Nyugodtan tippeljétek bármit, ami... Jó, oké, akkor Adritól kérdezem először most. Itt van a nyelvem. 2 milliárd? Szerinted 2 milliárd? Jó, ez lehet, Patrik, hogy jelentőség lehet szerintem. Lehet, hogy csak milliók. 10 milliárd. Ugye, nem is jön, nem, egyébként szerintem ilyen 500 milliós rend, nem tudom, valahogy így gondoltam. 500 millió. Oké, hát Adri közelebb volt, mert hogy 1,5 milliárd felhasználója van a TikToknak jelenleg a világon, a Douyin felhasználókkal együtt. Úgyhogy Adria pont. Akkor jót mondtam az elején. A 10 milliárddal? Igen, abszolút. Oké. Okay. Ja, én jövök. A,
Az internetező emberek hány százaléka használja a TikTokot szerintetek? Ez most internetező emberek. Jó, mondjad. Tőletől a kérdés. Igen, nem, most így nem figyeltem. Hogy az internetező emberek hány százaléka használja a TikTokot szerinted? Tehát az internetező emberek. 40 százalék. 30 és 40 százaléka. 18. Uh-huh. Mert ugye ebbe beletartozik, akinek tárcsázós internete van. Ja, addig és... sem majd te válaszolni. Jaj, ne haragudj, jaj! Nem baj. Bocsánat. Tökre úgy voltam vele, hogy felváltva megyünk. Jó, mondjuk egy másik kérdést. Mondj egy másik kérdést. Jó. Hány százaléka a felhasználóknak posztol minden egyes nap? Tehát a felhasználóknak. Szerintetek? De melyik felhasználó, hol, melyik platformon? TikTok. Csak TikTokról. Ma a TikTokról jöttünk beszélgetni. Ja, tényleg. El is felejtettem. De már most Patrik válaszolhat először. Én ilyen százalék számításban ebben nagyon rossz vagyok, úgyhogy... Hogy hány százaléka a felhasználóknak, aki minden nap posztol? 30. Atri? 31. Nagyon durvák vagytok egyébként, mert a helyes válasz 34. Nagyon, ügyesek vagytok nagyon. És ez azért érdekes, mert hogy ez sokkal-sokkal magasabb, mint bármelyik más közösségi média platform esetében. Tehát ott nincs ilyen szintű tartalomgyártási bevonódás. Nagyon para. Igen, meg ugye nagyon sokszor említették, meg hangoztatták, hogy fú, nagyon sokat kell, nagyon sok tartalmat kell gyártani, minél többet, annál jobb, uh-huh. napi többet. Tehát ugye van egy ilyen TikTok ajánlás is, de azért, ahogy Patrik elmondtad, azért az nem feltétlenül fenntartható, hogy minden áldanak, főleg, hogyha nem csak trend rendeket gyártasz újra, hanem ugye saját karakterbe igen. bújva kreatív tartalmakat. És ha már TikTok függőségről beszélünk, akkor szerintetek, és akkor először hozzád intézem Adria kérdést, hány százaléka a felhasználóknak nyitja meg az applikációt minden egyes nap? Hány százaléka? Csak uh-huh. megnyitni? Uh-huh. Tehát ki az, aki mind, tehát, szerinted az összes TikTok felhasználó közül mennyi az, aki minden 75. nap tiktokozik? 75 százalék. Patrik, szerinted? Szerintem 80. 80. Hát Patrik volt a közelebb, mert hogy 90. Tehát a felhasználó, tehát 10 felhasználóból 9 felhasználó, az minden nap tiktokozik. Ilyen szinten rá lehet függni bizony erre a platformra. Most úgy sem, mintha meglepődtünk volna. Dím. Nem gondolkozom. Min? Hát azért ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Engem esküszöm, ez meglepett, hogy 90 százalék. Ez nagyon durva. Igen, azt hiszem én is minden nap most már megnyitom, uh-huh. tehát tényleg elég rá lehet függni erre a dologra. Jó, nézzük a következő kérdést. Mennyiért vette meg a ByteDance, a Musical.ly-t, hogy TikTokot csináljon belőle? Mennyiért? Te eljössz most. Most egy összeget, igen, dollárban. Én egyszer olvastam utána. Jó, várjál, mennyi volt. Jaj. Nem. Nyilván nem egy zacskó szotjára volt. Nagyon sok lehet. Tippelj egyet. 150 millió dollár. Dollárba vagy forintba? Dollár. Hát, csak hogy összetudjuk. Gyorsan. Ez kevés lesz. Igen. De azt mondom, hogy... Szerintem egy olyan jó... Fúha. De valami 250 millió dollár. Lehet, hogy milliárd. Nem, az nagyon sok. Jaj, nem tudom. Na, jöhet egy 250? Tip. 250 millió dollár. Uh-huh. Millió? De most tényleg csinálod ezt? csak nem, biztos, hogy elharaptad a végét. Így nem voltál benne. Millió dollár. Nagyon durva, 1 milliárd dollárért. Tudsz? Igen. Tudta, hogy valami. Nagyon-nagyon-nagyon durva összeg. Igen, viszont jó üzletet csináltak, mert a hát nem is tudom, hogy üzleti értékbecslők szerint most már legalább 50 milliárd dollárt érhet a TikTok. Az biztos, hát ez biztos mindent megér. Biztos, hogy 600-szor többet. Oké, okay. Akkor itt ki volt közelebb? Kinek volt? Adri volt. Ugye? Közelebb. Igen. Jó, akkor most úgy állunk, hogy 3 ponttal Adri vezet, és 2-vel Patrik, úgyhogy az utolsó hát kérdés következik. Még behozható. Melyik országban a legnépszerűbb a TikTok Kína után? Amerika. De vagy népszerűbb? Hú, várjál.
Na most várj. Én Amerikára tippelek, nem tudom. Tehát akkor inkább pontosabban fogalmazzak, melyik ország adja Kína után a legtöbb TikTok felhasználót. Tehát nem lakosság arányosan, hogy az ország lakosságának a legtöbb százaléka, hanem hogy ugye azt tudjuk, hogy a kínai felhasználók vannak a legtöbben, de a második ország. Egyébként... Az első tippet eltaláltátok, szerintem... szóval én nem is húznám tovább igazából, mindenketten eltaláltátok. Na mindenki itt súlogott a háttérbe, hogy szó nem tudja, ezt megijedtem, mondom, mi? De az érdekesség egyébként, hogy az indiai felhasználók voltak a második legtöbben, viszont ott a platformot betiltották. Igen, beszéltük. Így van. Ebből volt is ilyen kisebb fajta botrány, hogy ez hogy miért, de aztán rájöttünk, hogy miért. Oké, hát itt mindenketten helyes választottatok, gyakorlatilag egyszerre mondtátok ki, viszont Adinnak több pontja volt, úgyhogy ezt a mai egy ponttal Adi nyerte meg. Gratulálunk mind a kettőtöknek egyébként, köszönjük szépen, hogy egy kis játékkal levezettük ezt a mai adást, és hát köszönjük szépen a hallgatóknak, a nézőknek is, akik velünk voltak. Ha még bármi olyan felmerült a TikTok platformmal kapcsolatban bennük, amire úgy érzik, hogy ez a beszélgetés nem adott választ, akkor nyugodtan jöhetnek a kérdések kommentben. Úgy is válaszol. Így van, hiszen ők minden kommentre nagyon szeretnek válaszolni, és minden kommentet szeretnek is belájkolni, de legalábbis, hogyha ők nem, akkor mi igyekszünk legjobb szakmai tudásunk szerint válaszolni. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, reméljük, hogy hasznos volt ez a mai adás, és tetszett az új formátum. Ennek kapcsán is várjuk szeretettel a véleményeket és a visszajelzéseket, és hát amit mindig el szoktunk mondani, hogy kövessetek be minket, iratkozzatok fel. Nem változott ugye az elérhetőségünk, nevünk semmi, csak maga a formátum. Így van, tehát továbbra is az Influencer YouTube csatornán találtok meg minket, az összes streaming platformon fönn vagyunk, hogyha hallgatni akartok bennünket, és a Star Network közösségi média felületein pedig találhattok mindenféle további extra tartalmat még, ami a podcasthez kapcsolódik. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és hát két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! 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 Sziasztok!